Nem sokkal 4 óra előtt érkezett a bejelentés a katasztrófa védelemhez hétfő délután, hogy tűz keletkezett a bács-borsodi szociális otthon egyik helyiségében. A tűz az udvaron lévő földszintes épület egyik szobáját érintette. Itt a mennyezet és a falak is szennyeződtek. A mellette levő helyiségekben azonban nem okoztak kárt a lángok. A bács-bokoti önkéntes, valamint a bajai és a nagybaracskai hivatásos tűzoltók 2 vízsugárral fékezték a lángokat. 20 tűzoltó dolgozott a helyszínen. A tűzzel érintett épületben 45 ember tartózkodott, akik kimentéséről az ott dolgozók gondoskodtak. Tájékoztatott Kovács Andrea, a megyei katasztrófa védelmi igazgatóság tűzoltó főhadnagya. A tűzoltók rövid időn belül a helyszínre kiérkeztek, és a tűzoltásával párhuzamosan a füsttel telítődött épületet átvizsgálták, és megállapították, hogy senki nem maradt bent az épületben. A mentők 7 embert szállítottak kórházba megfigyelésre. Az esettel kapcsolatosan tűzvizsgálati hatósági eljárás indult. A káreset során a tűzoltók és a rendőrök együttműködése példaértékű volt. A rendőrök a 2 épület között a már kimenekített emberek szállításában segítkeztek. A katasztrófa védelem munkatársai már hétfőn megkezdték a helyszíni szemlét és a tanúmeghallgatásokat. Kedden ezek az eljárások folytatódtak. A vizsgálatnak minimum 30 nap az eljárási ideje, hogy minél pontosabban megállapíthassák, mi okozhatta a tüzet. Hogy mekkora kár keletkezett valójában az épületben, azt az eljárás keretében még vizsgálják.